Érzés volt látni téged, hogy be tudtál mutatkozni egy Premier League mérkőzésen. Hogyan élted meg? Jó érzés volt, tényleg. Nagyon ugye furcsa volt beszélni a padról, egy kicsit úgy ilyenek az ember így izgul az elején. De ezen hamar túltettem magamat, és igazából nagyon-nagyon nagy érzés volt, és nagy élmény volt ez a meccsen. Mit éreztél akkor, amikor kivétted ugye az utolsó percekben ezt a nagy lövést? Igazából azután egyből nem érzem, mert próbálom koncentrálni a következő feladatra, de egy utólag visszagondolva, tényleg nagyon jó, hogy sikerült megfognom a labdát, nagyon jó érzés és örömmel tettem. Milyenek voltak a visszajelzések? Csak pozitív, de ez már az előző Liga Kupa meccsen is ugye sikerültek kínosítani az adottam, és egy óra nyertük azt a meccset, tehát ott is pozitív jelzések voltak, meg ez a meccs után is, tehát nagyon örültek a csapattársak, hogy 2-2-re hoztuk a meccset. És hát arra lehet számítani, hogy nem egy mérkőzésre tiltják a fény kollégádat. Számítasz arra, hogy a Premier League-ben akár több meccs is várhat rá? Nézd, ez benne alapakliba, tehát én úgy gondolom, hogy én megtettem a magamért az elmúlt meccsek, amikor lehetőséget kaptam, az a feladatomat megoldottam. Úgyhogy innentől kezdve az edzőnek a dolga kijelölni, hogy ki fog védeni. Én reménykedek benne természetesen, hogy én az én leszek. Utolsó kérdésem, hogy olvastam egy nyilatkozatot a trénertől, azt mondta, hogy itt van az Ádám, tudjuk, hogy számíthatunk rá, támaszkodhatunk rá, ez hogyan esett? Jó, ezeket mindig jó hallani, és tulajdonképpen ezt elmondja, de ezt az érezhet is velem, tehát a edzéseken mind ahogy beszél velem, mondjuk a meccs előtt, vagy ahogy a meccs után beszélt velem, tulajdonképpen nem beszél a levegő, beszél a jó érzés, ezt hallani. Ha sportturizmus, akkor Questor utazás. www.questor.hu, mert a meccseket látni kell.